A városi kutyatartásnak része lehet az, hogy kiskutyánkkal tömegközlekedési eszközön utazzunk, ehhez azonban a kiskutyát hozzá kell szoktatni. A hozzászoktatást azt minél előbb kezdjük el, annál jobb. Ha ez a kutyának a kölyök korában történik, akkor még olyanok is agya, mint a szivacs, és azokkal az ingerekkel, amikkel ilyenkor találkozik, értem itt a 12 hetes kor környékét, ott plusz-minusz pár hét, az a később szem lesz gondja. Tehát ha lehetőségünk van rá, akkor amint hozzánk kerül, még ha nincsenek is meg az oltások, de már ölben vigyük el, hogy megtapasztalhassa a tömegközlekedést. Ha félelmet látunk a kutyánkon, akkor nagyon fontos, hogy fokozatosan haladjunk. Először csak menjünk el egy busz megállóba. Ügyeljünk arra, hogy komfortosan érezze ott magát a busz érkezésekor, hogyha megijed, akkor próbáljunk meg vele egy kicsit játszani, amikor ugye a mozgás az önmagában oldja a stresszes viselkedést nálunk embereknél is. Hogyha érdeklődve viselkedik, látszik, hogy nem aggódik, akkor megdicsérhetjük, adhatunk neki egy jutalomfalatot, megsimogathatjuk. És így fokozatosan jussunk egyre közelebb az adott közlekedési eszközhöz. Adott esetben azt is el lehet játszani egy megállóban, hogy felszállunk a buszra, és már le is szállunk a buszról, még mielőtt utaznánk vele, majd csak egy megállót megyünk, és utána egyre többet. Hogyha a kutyánkat egy ilyen nagyon stresszes szituációnak tesszük ki, és egyből fél órát kell utazni, adott esetben még rosszul is lesz, stb., akkor sokkal nehezebb lesz később őt megtanítani arra, hogy igazából itt nincs mitől fél. Jobban járunk, ha az elején szánjuk az időt, és apránként szoktatjuk hozzá a tömegközlekedéshez.